Bazd meg, mekkora fák vannak. Szóval itt vagyunk az erdőben, és az erdőben itt vagyunk egy DT-vel. Valaki gyönyörűen rá is írta ide, hogy D meg T. Bár engem ez a két betű másra emlékeztet, úgy csináljuk, hogy Lacus fog meg a motort, mert eddig én jöttem ezzel, de most akkor majd a Lacus megmutatja nektek, hogy ez egy motor. Itt az erdő közepén. Mielőtt még elgurul vele, azt kell róla tudni, hogy nem egy mai darab, kicsit régebbi, szerintem a 80-as évek végéről származik. Ezt sejtem abból, hogy még elő-hátul és hátul is dobfékes, meg hát a kaszni sem egy mai vonalvezetés, a krómozott sárvédőkről nem is beszélve, de egyébként a remek gép, mondjuk a hajtókar csapágya az eléggé beteg, úgyhogy azt mondjuk érdemes lett volna megcsinálnunk, de így, hogy most le tudjuk nektek mutogatni tesztre, igazából azzal nem foglalkoztunk. Amúgy egyébként egy új dugó meg furt henger van rajta, úgyhogy kompresszió van benne, de hát sokat nem kell tőle várni, 50-es gépről beszélgetünk. Ez ilyen pont Lacusnak való méret, nem mosolyogjál. És az van vele, hogy a berúgó kar, az most nem tudom, hogy működik vagy nem működik, nekem általában azzal nem tudtam berúgni, hogy mindig inkább betoltam. Ja, és a benzincsapot nyisd ki, légy szíves, hogyha akarunk ezzel menni egy pár métert, és akkor úgy csináljuk, ezt lerakom, ide, a sapkámat, úgy, és akkor Lacus beröffenti, röffents be, és ne szemetelj az erdőbe, légy szíves. Na, erről van szó, Lacusnak földszer indult. Megyünk vele egy 50 métert, jó? Lassan, mert nincs hátsó lábtartó. A lassannak melyik részét nem érted? Királygép. Lacus még megy vele egy Mad Max kört. Szóval akár mennyire is kis kört, sem kis. Lőd le! Szóval akármennyire is kisköpcentis gép, azért ezekkel a kis pöcörőkkel élmény a motorozás. Elmondom, hogy miért. Azért, mert kicsi a tömegük, és az ember nem attól rettek, hogyha az emberre ráesik, akkor milyen fog eltörni. Ezeket úgy könnyű eldobni, mint egy biciklit. Úgyhogy mondom, varázslatosak ezek a pici gépek, még akkor is, hogyha az erő az nem túl nagy bennük. Na, hát szerintem, hogy mindent elmondtam, úgyhogy ő egy Yamaha DT, és szerintem most a bontást azt ezzel fogjuk folytatni. És ebből is elég sok jó alkatrész ki fog potyogni. Nagyjából ennyi. Na, ne szedszét, ne tett tönkre. Na, szevasztok!